Sziasztok! Zozóka vagyok! És akkor játszunk a Witcher 3 játékkal. Az történt, hogy az a sok tütülés, amire én panaszkodtam a Windows, a játék alatt, hogy a Windows tütül, az kiderült. Csak ez ugye, mikor kiléptem a játékból, semmi nem jelezte nekem. Végső soron elhasználódott az SSD rendszer meghajtom, és a szerencsétlen program ezt próbálta nekem jelezni, csak még egyszer mondom, hogy amikor kiléptem vissza a játékból a Windowsba, akkor ezt nem jelezte nekem egy felugró ablakkal. De a végén természetesen jeleztem, ugye aki tudja, nem tudja, az SSD-knek van egy élettartama, amit úgy lehet elhasználni, hogy nagyon sok adatot írtok rá. Ezért nem is szabad mondjuk filmeket tárolni rajta torrentezni. Öcsérek, tényleg csak a rendszerek és a programok legyenek rajta. Na most nekem valamiért ez úgy most szépen rövid idő alatt, nem is én úgy gondolom, hogy rövid idő alatt, hogy elhasználódott. Ami azt jelenti, hogy körülbelül most ezt a Winchestert nem tudom nektek mondani, amelyik most elhasználódott, de a V300 Kingston arra 60 terabájtnyi adatot lehet fölírni, és utána ezek a memóriacellák elhasználódnak, és akkor már bizonytalanná válik az írás. És például ott annál a V300-en nekem 6 terabájt van most úgy elhasználódva, és ugye 60-at lehet, tehát még 10-szeres mennyiséget lehet rá fölírni, és már megvan, már nem tudom mióta. De most valamiért ez a Winchester, még azt is el tudom képzelni, hogy ez ne adj is nem valami BIOS hiba, fogytán történt ez, de mindegy, lényegtelen. És ugye gyorsan akkor utána elmentettem a Witcher 3-nak a mentéseit egy másik partícióra, másik Winchesterre. És időközben akkor azt is megcsináltam, hogy a klonzillával leklonoztam a rendszert, az végső soron az egész merevlemezt, ugye 120 GB-os SSD, és kiszedtem a asztali gépből a V300 Kingston-t, és visszaklonoztam el a rendszert. És most voilà, itt folytatjuk, mintha semmi sem történt volna. Tehát akinek SSD-je van, srácok, az figyeljen erre, kísérje figyelemmel, hogy mennyi írható adatot visel még el neki a Winchestere. Vannak erre ingyenes programok is. Most egyiknek, aminek eszembe jut a neve, az a HDD Sentinel nevezetű program. Van neki egy ingyenes trial verziója, amely végső soron tök jó arra, hogy azt az értéket te pont megnézd. Jó? Rendítsek? Na, és akkor folytatjuk tovább akkor a kalandozásunkat. Mégpedig nem, és itt a Witcher megbízásnál, mert ő van, hanem van itt még egy ilyenünk. És mit szólnátok ahhoz, hogyha akkor őt bepróbálkoznék vele, ugye javasolt szint 34. Nézzük meg, mert lehet, hogy csak oda kell menni, és meg kell találni, tudjátok. Nem lesz ott semmi gond. Nézzük azért meg azt, hogy a világtérkép, Skellige. Egy helyen lesz minden? Egy helyen lesz minden? Gondolkodok azon, hogy hova menjek, de akkor menjünk oda a középsőhöz. Jó, menjünk oda a középsőhöz. Voilà. Most újfent világtérkép. Mondjuk ezt itt is meg tudtam volna nézni, ugye, Bügyi? Nem biztos, mert lehet, hogyha változtatok ezen, hogy mégsem ide megyek, hanem máshova, akkor meg úgyis ki kell innen lépni valamiért. De most ezt a középsőt fogok megcsinálni, amelyik neki is van jelölve. Utána remélem sikerül megcsinálni ezt a kincsvadászatot.
Utána nekem nagyon böki a csőrömet az a farkas páncél, tehát azt szeretném megnézni. És azért nem azzal kezdem, mert hát ha most még összeszedünk egy-két cuccot, tudjátok, amit el lehet adni, vagy mi is kell hozzá, valami dimetérium darab, páncél darab, vagy valami ilyesmi rémlik. És hát, hogy akkor olyat is találunk, stb. Na jó, tehát akkor ez lesz a mai menetrend. Utána, ha még összejön valami, akkor természetesen még meglátjuk. Mi van berakva? Igni, maradjunk az árnál. Éhin, még mindig nem néztem meg, hogy a Witcher 1-ben azok a nagyon csúnya nénék, azok ők éhinek voltak? Aha, ez... De hát most mit csináljak vele? Tehát... Menjünk Ignivel. Értitek, mi a gondom. Na, elmúlik a mérgezés el. Tehát még mindig nem néztem meg. Mindig elfelejtem. Nem is annyira fontos. Nekem éhinnek rémlenek régen. Nagyon szerettem őket. Oké, és akkor ők most nagyon ránk csaptak a rohadékok. Jó, ő föl fog robbanni. De robbanj már föl. Ah. Jó, ezt lehetett volna ügyesebben is csinálnod, kedves éhin. Hogy lehet ilyen hülyén meghalni? Most komolyan mondom. Elég jelen van gyengélve ő már. Oh! Mitől haltam meg? Semmi gond. Jó van, zotya. Innen folytatjuk. Hagyom az éhineket. Ennyire hogy tedített le hamar az a robbanás? A francba. Jó. Okos enged, szamár szenved. Hagyjuk őket a francba. Ugye ő nem keszeg. Ő csak egy sima ló. Föld elementálnak árdot adunk. Oké. És nagy csapás! Ácsi, nézzük már meg a felszerelésnél a kardot. 98 egy is kard. Adjunk neki egy kis mágikus lények olaját? Adjunk neki bármit, ugye, amivel gyorsabbá tehetem azt, hogy minél hamarabb legyőzöm. Milyen paci ő? Nem a miénk, nem a keszegé, mert egyrészt szerintem nincs fölpáncélozva. Hát jó, a farából nem tudom megítélni, bocs. ...173-akat csapok bele. Kritikus sebzés. Azt nem tudom, hogy a Quenielle az most még maradt-e, vagy nem. Ne félj, kedves paci, itt vagyok már! De pedig lehet, hogy keszeg, mert az órán neki van itt ilyen... sisak. Mindegy, páncél. Ő keszeg. Keszeget megvédjük. Adjunk neki egy kis ignit, páncélolvastásra rá. Azt a rohadék! Vissza ádra.
Jó, megy ez, csak... Azon... A másik lény, akivel harcoltam, és én 400-500-500-at vittem bele sebzésnek, ő ki volt? Most így hirtelen nem vágom azt, hogy... A kard az éles... Van mindenünk végső soron... Megiszok még egy villámfőzetet... És mégis... Pedig az elementálok ellen mágikus lényekolaja kell. Nem vagyok fölkészülve most ilyen furfangos kérdésekre. Most hirtelen csak akkor lennék okosabb, hogyha... Na még egyet ez Geralt. Hogyha visszanézném azt a videót, hogy most mi a franc csináltam akkor. Nagyon jó ez az árd érdekes. Nagyon jó ez az árd érdekes valóban. Jó, egy kicsit várjunk. Nem. Menjünk egy kicsit távolabb. Fecske. Vissza Árdra. Azt kell mondjam, hogy az át az nem egy rossz technika. Hát kicsiket sebzek bele. Ígyunk még meg egy... villámfőzetet? Többet az Istennek nem tudok vele. Jó, ez már idegesít engem, fiúk. Azt mondja, hogy földelementál. Ott van. Dimethylum bombát nem szeretem. És mágikus lények olaja. Most ihatnék még valamilyen italokat, de... De passz, tehát... Oh! Ezt nem tudom, hogy te hogy képzelted. Vissza... Árd... Na, majd meg vissza... Töltődik... Jöhetnek az ötletek amúgy, hogy mit nem vettem észre. Nekem most nagyon hiányzik az a 4-500-as sebzés. Tényleg arra nem emlékszem, hogy ő ki volt. Lehet, hogy ő nem egy elementál volt, hanem valami... Nem tudom.
valami troll, vagy golem, vagy a franc tudja. Valami troll rémlik nekem inkább, és lehet, hogy a föld elementál, akkor ilyen. Előbb-utóbb meg lesz. Ha csak nem én leszek meg neki előbb-utóbb. Szerintem a Quenielle az elmúlt. Ez az Geralt, te is mondjad neki. Tehát már hihetetlen. Mit össze kell vele küzdeni, hogy meglegyen. A kis földen ment Elfonsziba nagyon sokat kell vele jutni. De most már talán meg lesz. Porhez húzott szörnyszövet. Szuper. Keszeg! Hű paripám, hogy kerültél ilyen slamasztikába? Most komolyan, visszaküldjelek a harciló iskolába? Na jó, van, menjünk. Ja, és akkor itt vagyunk, ahol keresnünk kell. A francsi tudja, hogy hol van. Árd van nálam? Nem? Nem, az nem az. Egyelőre még a jelet sem látom. Menjünk arrébb. Ott van valami. Itt van valami. Az is lesz. Might want to look around some. Srácok, el ne felejtsek meginni egy vizes palackot. És utána pedig meditálni. Mert ki a franc tudja, hogy mi szakad a nyakunkba. Ez az. Ki tudja, hogy mi a franc szakad a nyakunkba. Hát ez bizony elég nehéz. Végső soron mondjuk, hogyha ilyen elementálok lesznek ellenfélnek, akkor ők nem lesznek nehezek. Mert tehát igaz, hogy ugye ott van a koponyainkon, tudjátok, jobb oldalt ugye, de hát végső soron türelem kell hozzá, és meg lehet ötölni. Egy ilyen elementálokat, viszont hogyha más rafináltabb kis élőlény lesz, akkor lehet, hogy gondban leszek. Hol a figyfenébe van? Szerintem... szerintem van még valami, van ott az a torony, meg van ott az a ház, és szerintem ott lesz akkor. Éppen, hogy egy picit belemegy a torony a átvizsgálandó területbe. Jó, mit szólnátok ahhoz akkor, srácok, hogyha... Hogyha itt... Ide megpróbálnak én bejutni. Nem fog menni pedig. Nem fog menni. Ugye ez nem a Assassin's Creed. Megmásszam azt a tornya. Persze meg lehetne mászni, csak hát nem olyan módon, mint ahogy Assassin's Creed-ben megvan oldva. Kapaszkodj föl, Geralt, légy szíves! És akkor nézzük meg ezt a házat.
Vagy pedig már megint valami info ellopta a fél anyamat, és valamit nem veszek észre. Ugye a múltkori részben volt az, amikor... Amikor ugye visszamentem ahhoz a meg nem oldott kincsvadászathoz, Kármurenbe, és végső soron akkor egy olyan könnyű valamit nem vettem észre, hogy hihetetlen. Nem tudok ide följutni, srácok, ide sem. Mi a francot nem veszek észre már megint? Na. Végre te enyém vagy, te hellebért szírom. Mi a figyfenét nem veszek észre? Pedig ezt elég nehéz nem észrevenni valamit, hogy... Szedd már fel azt a hülye... Hát ez nem igaz, gyerekek. Pedig elég nehéz nem észrevenni, hogyha így nyomba tartom a Witcher érzéket, és valamit úgy nem veszek észre. Elképzelhető... Nem elképzelhető. Az jutott eszembe, hogy elképzelhető esetleg az, hogy rosszul mutatja az a sárga kör nekem a terepet, a területet, de nem. És itt sem látok, a házakban sem látok foszforeszkálást, most... Oh. Ez az Geralt, ügyes vagy. Vagy valami nagyon hülye helyre el lett rejtve. De akkor is a foszforeszkálásnak mutatnia kellene. Jó. Látjátok tehát, hogy ide jövök és nem látok semmit sem. Lehet, hogy hagyni fogom most ezt a középső helyszínt. Mert ezzel most én nem jutok dülőre, srácok, bocsi. Egyszerűen ezzel nem jutok most dülőre. Nem tudom, hogy hol a figy fenébe van. Mi a franc? Mi a franc ez? Ez ő lenne pedig, srácok. Tehát itt van egy láda. Itt van egy láda, de nem ő az. Jó, tényleg nem fogok most vele gatyázni. Nyissuk meg a térképet. És... megnézem azt, hogy hova menjek. Amondovalék, hogy menjünk akkor délre. Kicsit közelebb van. Viszont gyalog kell oda mennem. És ez a legnagyobb gondom most. Hogy a francba menjek. Lehet, hogy ide leteleportálok mégiscsak. És akkor így megyek oda. Mert attól félek, hogy így nagyot kell kerülnöm. Úgyis lefele kell jönnöm délre. Hogy menjek erre? És akkor ott egy kérdőjelet felszedek. Menjünk arra, megnézem, nagyon remélem, hogy nem lesz semmilyen természeti akadályunk. És ezt hagyjuk itt most a figyfenében, mert... Még utoljára, sutyomban. Mert egyszerűen nem. Na jó, menjünk. Quen. Jó az, hogyha be van nyoma, nem? És akkor menjünk. Ó, de jó, rohadt jól néz ki.
Hétvégén nagyon sokat VR-oztam. Szinte csak azzal játszottam. Persze nem egész végig, tehát kisebb, nagyobb kisebb-nagyobb megszakításokkal. Bejött sok jóslatom, hogy például azért még nem lesz nekünk annyira kényelmesek, hogy ott több órát el lehessen benne tölteni. Legalábbis számomra. Ugye ez mindig... A VR most jelenleg egyénfüggő. Nem is akarok nagyon sokat róla beszélni, mert szeretnék neki majd szentelni egy külön ilyen sorozatot, ahol beszélni fogok magáról az eszközről. Ugye én most egyelőre Oculus Riftet vettem, tehát beszélni fogok az eszközről. És majd természetesen a játékokat is megpróbálom sorra venni. Elég nehéz rögzíteni játékot élvezhető minőségben, tehát vagy csak ilyen kis ablakba fut, vagy az ablaknak a mérete nem megfelelő, tehát az aránya nem megfelelő, vagy mit tudom én, tök mindegy. De megpróbálom megoldani. És hát most ugye, most volt időm, meg úgy egyre jobban is vagyok, és akkor most bele tudtam megint sokat rakni. Hogy gyűjjenek a tapasztalatok végső soron a VR kapcsán. Jobbra kéne nekem kerülni. Jó, hát kerüljünk jobbra. De most mondom még, tehát aki esetleg hiányolná is, hogy miért nem beszélek róla, hát mert készülök, írom a tapasztalatokat. Ez mi? Hűha, itt valaki nagyon mérges volt. Mármint ha csak nem egy valami természeti képződmény, mert miért ne? Tehát, hogy gyűjtöm a tapasztalatokat. Jó, menjünk, húzzunk bele. Fecskefű. Nem tudom, mennyi fecskefűben van, de ez... Aha, ez az, elkaptam. Te mi a fügyfene vagy ott? Valami repdeső teremtmény. És nem szúnyognak mézem. Hopp, vissza. Kerüljük ki. Menj, milyen szintű, azt azért lessük meg. Tizennégyes. Vivernezzünk egy kicsit. Vivernezzünk egy kicsit, viszont a Quenial az már biztos, hogy elmúlt. Jó, adjunk neki ignit is, mert szereti az ignitő. Semmi baj. Sőt, az ignit nagyon szereti, ahogy nézem. Jó. Rálátom az erős csapásokra. Lehet, hogy... Oké. Lehet, hogy... Lehet, hogy megint vissza kéne raknom az erőteljes csapásokat. De volt... Nem is tudom, a játék... Basszus. A játék közepe fele. Amikor rájöttem, hogy igazából nem használom az erőteljes csapást, és ezért ki is vettem. De hát most úgy néz ki, hogy azért az hasznos. Tehát valahogy helyet kellene nekem szorítani a kis aranyosnak, hogy legyen még erőteljesebb. Jó, és akkor visszazárdra. Hogy legyen még erőteljesebb, mert ugye, hogyha nincs berakva, persze tudom használni az erőteljes csapást, de hogyha nincs erősítve, akkor hát csak egy félkarú óriás, akármit is nézem. Elértem a terepet. És akkor a kérdőjelet jelöljük ki. Őrzött kincs. Milyen rosszaság lesz itt, valami repülő? Rosszaság?
Állj! Az van. Nem, most mit csinálsz? Az atya elég volt, köszi. Ő legyen ki előre. Ez az. Gyorsan lerendezzük. Szegényként, tehát tök jó felső teste van. Ugye? Aranyos, szép a haja és minden. Tökre bírom a tetovált csajokat, és akkor, tehát ilyen gonosz. Az nem jó. Na nézzük, mi lesz itt. Versenyszemellemző. Nézzük meg. Mert most én hirtelen azt nem tudom, hogy milyen szemellenző van. Keszegem. 60 a lópánik szintje. 40 a lópánik szintje. Ezeket is el kéne adni. Tényleg el ne felejtsem most már, srácok. 156 per 160. Ó, nem már. Rövid levél? Pont nem az kell, de mindegy. Rövid levél, nézzük meg. Rövid levél. Kedves Sigvard mester. Megkaptam a leveledéket, tudomásomra jutott, hogy számos kétséggyötör a számodra felajánlott megbízás tekintetében. Továbbá, hogy nyilvánvalóan tévhiteket tédelgetsz egy zsoldos mesterségével kapcsolatban, amely önmagában elgondolkoztató paradoxon, tekintve, hogy eme szakma jeles képviselőjeként jellemzett magad. Ezért hát engedd, hogy megvilágosítsam az elméd, a zsoldos nem azért fizetik, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy kétségeit rendezze sorba, hanem hogy elvégezzen egy bizonyos feladatot, a feladat egyszerű, félreérthetetlen módon került közlésre, miszerint fogj el egy szirént, élve, és hozd el nekem. Ha ezt a feladatot képtelen vagy elvégezni, nincs dolgom veled. Az, hogy miért is kell nekem a szirén, vagy milyen egyéb terveim lennének vele, számodra teljesen közömbös. Amennyiben ezen feltételeket elfogadni nem tudod, minden bizonnyal találok más kapható szakmabelit, aki nem veti meg a pénzemet. Jó. Hát nem sikerül szegénykémnek. Térkép. Közben eszembe jutott, hogy azért jól lenne haladni is. Ránéztem a felvételre, és meg fél órán megy a felvétel. Túl sokat tötymérésztem ott azon a területen. Miközben nem, egyszerűen nem tudom, hogy mi az oka, hogy ott miért nem találtam meg. És ilyenkor tudjátok, a legjobb az, hogyha hagyjátok a figyfenébe. És keresünk más feladatot. Pedig gyanús az a láda, amit ott találtam. Ott sok piros van. Menjünk vissza Árdra. Ott nagyon sok piroska van. Farkasember. Menjünk, Geráld! Légy szíves, találd meg az utat! Úgy. Ez az. Szerintem farkasember eligni. Kicsit várjuk meg, míg magunkhoz térünk. Meg ő is. Na gyere! Pocok! Jó, meg is lesz. Nem is néztem a nehézségi szintjét. Tizenvalahányas volt talán. Mindenesetre hamar meg volt. Ó, tudjátok mi ez a rezgés? Szerintem ilyenkor mindig jelzi azt nekem, csak túl sokszor rezeg már a pad, hogy ilyenkor jelzi azt nekem, hogy ó, hát ez nem lesz olyan egyszerű, hogy elmúlik a Kven hatása. Ez az vissza. Maradjunk az Igninél.
Hopp, te kis szemét! Jól becsaptál? Nem, ide át kell, mert sokan vannak. Jó. Ne, ilyenkor ne ütögessél, léci. Ne. Ilyenkor nem ér. Gyorsan adjunk nekik. Ott van még egy fekve. Ez az Geralt. Jó, most visszavonulunk. Taktikusan visszavonulunk. Quent berakom. Felesleges volt, mert rájuk csapott ebből. Jó, nem kell itt gatyázni. Ez az. Sicsúgy. Sicsúgy levertük őket. Csak most azért visszarakjuk a Quent. Tök jó ez a Quent. Tök jó. Sajnos nem az én ötletem volt. No nézzük, mi a nagyharci helyzet. Zárva kulcs kell hozzá. A, valószínűleg, hogy itt lesz beljebb valahol szerintem a kulcs tulajdonosa. Föl kell deríteni a terepet, ott már van valami kék amúgy. Ez is tök jó, hogy már végre valami kis változatosság. Hogy végre valami kis változatosság, hogy megint valami épületbe vagyunk, vagy romba. Na nézzük ezt a gyűrött levelet. Gyűrött levél, jó uram. Volt, hogy kedves és megosztotta velem kétségét a... Nem már, még mindig a szerződés kapcsán. Világosát tette tovább, hogy kegyelmet szerint emberből nem lesz nekker. Megoldotta a dolgot egy humoros hasonlattal is, mondván, ahogy disznóból sem lesz táltos paripa, míg nyérgét roknak rá, és fekete szépségnek nevezik, akkor sem. Fekete szépség? Srácok? Tudjátok, ki volt a fekete szépség? Ugye? Remélem tudjátok, de ha nem tudjátok, akkor gyorsan elmondom. Amikor azt a három banyát ugye... csináltuk nekik a küldetést, ők megbíztak valamivel, tudom, végsősorban ugye az anyjuk megölésével. És ugye... ott, hát nem tudom végsősoron, hogy most jót vagy rosszat tettem. A báros szempontjából, ha jól emlékszem, akkor rosszat, de a gyerekek szempontjából meg jót. Ugye, és akkor ilyen lóvá vagy mivé változott, és jó volt a fekete szépség. Nagyon is lehetséges, hogy igaza van, de még létezik egy parányi esély arra, hogy a szörnyetek testében a fiam lakozik, akit valamiféle átok sújtott, én nem nyugszom, és próbálok minden lehetséges módon segíteni rajta. Ezért... arra szeretném kérni, hogy elmés megjegyzését és kétségeit is tartsa meg magának. Ez más, nem zsoldos. Ehhez próbálja energiáit azon feladatok elvégzésére koncentrálni, amelyekért fizettem. Ha elkapja a nekkert, megkapja az arányát, a többi nem kegyelmed dolga. Tisztelettel, Robert Newman. Ki volt az előző? Na most már nem nézem vissza. Mintha nekem rém lenne. Na jó, viszont itt nincs kulcs. És nézzétek tehát, hogy... Valamit kiszabadított innen. Ami meg is ölte egyből. Lehet, hogy a fekete szépség volt. Ténylegesen? De a fekete szépség más. Na jó, nem tudom. Járjunk a nyomára ennek a titoknak. A mondóval ég. Jó, nincs itt semmi. Menjünk tovább. Viszont tudti, hogy a Quen az elmúlt. Ez az, és akkor maradjunk Árnál. Egyelőre sok nekker volt itt. Lassan-lassan érik már tényleg a megint a menedzser, és egy kicsit átnézem, hogy hogy állunk ezekkel a mutagénekkel is. Nem voltam én valami hasonló terepen még valamikor itt? Te ne. Nem, mert igen, tehát szerintem nem. De valami ilyesmi rémlik nekem nagyon sok helyről. Ez a megoldású. Pedig nekem nagyon rémlik ez a helyszín. Nem hiszem, hogy lusták lettek volna a játékkészítő, és ugyanolyan dungeonöket raktak volna be a játékba. Vagy hát barlangokat, most dungeon. Ajjajajajajaj. Ne kell harcolj.
Neckerharcos. Neckerharcos hamar lerendeztük. Megint valami kékhez közelítünk. Itt van a kulcs. És a levél is. Jó sok levél van. Egy alkimista levele. Jó Robert de Mer úr. Köszönöm megértését és azt, hogy előre megküldte a reskontót. Mennyi ilyen szó van, amit most én megint nem tudok, hogy mi ez, de egy talán rákeresek. Ha ingyen adnám a tudást, már rég nem lehetnék a piacon. Kegyelmed azt írta, hogy a fia utazás közben tűnt el, és hogy a hely közelében, ahol tojára láttak, egy nekker tanyázi, aki egy a fia monogramjával hímzett rongyos inget visel. Azt kérdezte, lehetséges-e, hogy a fia valamiféle varázslat folytán nekkeré vált. A vonatkozó irodalom átnézése nyomán sajnálattal vagyok kénytelen közölni, hogy hipotézise merőben valószínűtlen. Létezik egy sokkal egyszerűbb és kézenfekvő magyarázat is. A nekker a közhidelemmel ellentétben értelmes faj. Egyedei az erdei trollokhoz hasonlóan időnként festékkel vagy emberi ruhadarabokkal cicomázzák fel magukat. Felettébb valószínű, hogy a szóban forgó nekker megölte kegyelmet fiát, majd letépte ingét és azt részben vagy egészben magára vette. Bár valószínűleg így történt, biztosak nem lehetünk benne, ami engem illet, bár nem ismerek olyan átkot, ami képes egy embert nekkeré változtatni, a létezése eshetőségét nem zárhatjuk ki, hogy a fent említett nekker valóban átok szüleménye-e. Csak oly módon deríthető ki, hogy a rongyos inget elveszik tőle, darabokra vág-e, na ezt lehet, hogy hol lesz megjegyezni. Tehát, hogy a fent említett nekker valóban átok szüleménye, csak oly módon deríthető ki, hogy a rongyos inget elveszik tőle, darabokra vágják és elégetik. Jó, mindegy. Az ink hamvaihoz, ezután dimetinium port kell adni, az így kapott keverék színe változása megerősített kegyelmet feltételezését. Ha a kísérlet pozitív eredményt hoz, kérem írja meg, készséggel közreműködöm az átok megszüntetésében is, további díjazás fejében üdvözlettem. Kicsoda. Klaus Kellermann, magisterem, blablabla. Jó. Na, és hát ezért is fontos, hogy elolvasok mindent, írományt. Mert így, most végső soron egy kis mini küldetést kaptunk. Ugye valaki írta, már múltkor is mondtam, hogy az ilyen hülye eszközöket nem nézem meg azonnal, viszont mindent azonnal elolvasok. Hát ezért olvasok el mindent. Nem mindig. Persze nem mindig hasznos az info, meg nem mindig érdekes az info, de tudjátok ti is, hogy nem egyszer volt már nálam is olyan rész, ami csak arról szól, hogy felolvasási est. Mert ugye nagyon sok szöveget nem olvastam el. Nem rakom vissza... Ohohohoho! Hát itt van. Nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy valami jó kis történet fog ebből kikerekedni, vagy tényleg csak így, hogy a nekker magára öltötte az inget. De nézzétek meg, tehát azért itt nagyon durva illúzió falak vannak, meg ilyenek. Azon gondolkodom viszont, fiúk, hogy... Állj! Itt még van valami. Ugyanaz. Azon gondolkodom, fiúk, hogy visszarohanok a pálya legelejére, mert van nekem egy olyan sejtésem, lehet, hogy nem lesz igazam, de ha igazam lesz, akkor ez most talán hasznos mozzanat lesz, hogy valószínűleg, hogy nálunk van a ládának a kulcsa, ezért visszajövök ide, és kinyitom a ládát, és reményeim szerint... Hol van a láda? Ott van. És reményeim szerint, akkor már nem kell ide akkor visszajönni. Mert gondolom én... Nilfgaardi őrvért. Mert gondolom én, hogy ott lesz egy másik kijárat. Jó? Még egyszer mondom, akkor lehet, hogy tök... ostobaság, amit csinálok, de hátha. Hát, ha most egy kicsit előre tudtam gondolkodni. Nem tetszik, bármint, hogy Nilfgaardi őrvértből még lehet, hogy még van is nekem. Mivel zsoldos csizma, nem érdekel.
Már megint hallok vizét, jelzést Windows-tól. Hát ez hihetetlen. Jaj ne, és túl vagyunk terhelve. A büdös mindenit. Van nekem egy olyan főzetem, ami azt mondja, hogy csökkenti a tárgyaknak a súlyát? Valami ilyesmire emlékszem. Vagy nem, lehet, hogy a szintjét. De az is lehet, hogy mind a kettő van már nálam. Ó, a francia tudja. Bocsánat, ezt most hadd nézzem végig, srácok, mert borzalmasan idegesít. Ott, ez mi ez? 70% a főzetmérgezés. Növeli a terhet, amit a Witcher túlterheltség nélkül elbír. Nézzük már meg, srácok. 70% a főzetmérgezés, de... rosszat csináltam. És egy volt csak belőle? Jó, mondjuk a meditálásnál valószínűleg, hogy legyártunk talán még egyet belőle. Nem, hát nem sokat növekedett. Nem sokat növekedett, fiúk. Nem éri meg, én a mondóvalék. Tehát 70 a főzetmérgezése, nem éri meg. Na mindegy. Viszont azt sem tudom, hogy mennyi ideig tart. Elég lassan fogy a csík szerencsére. Ugye bal felső sarokban ott mutatja. A kis... na, Gerád, ügy... miért? Most mi van? Miért nem? Na végre. Miért nem ugrott föl? Na, megvan ez is. Ez elsőre sikerült. Tehát, hogy ugye az a kis... ilyen flaska, piktogram mocska jelzi. Tehát elég lassú. Ó, és akkor valahol már itt jártam, ugye? Pengő gomba. Menjünk el először erre. Aha, az egy zárt rész. Akkor jó. Szuper. És milyen jó kis, valami kis történet rittyentettek ide a kérdőjelhez, mert ugye ez a kérdőjeles küldünk. Érdemes megcsinálni majd a kérdőjeleket. Nem tudom, hogy mennyire lesz türelme. Ott már én világosságot látok. Ott már én világosságot látok. Be a Quenya. Állj, az mi volt? Semmi. Hova jutottunk ki végső soron? Az a Necker harcos lett volna? Az a Necker harcos lett volna? Ez most engem nagyon idegesít. Mit szedtünk fel attól a Necker harcostól? Nem emlékszem bármilyen rongyos ingre is. Egyéb. Lassan már el kell menni beváltani a valutát. Nem. Még a tárgykészítés. Ott mik vannak? Vivern. Brusza. Úgy semmi. Mert ugye ott legyőztem egy Necker harcost, de nem emlékszem, hogy bármi érdekes kiderült volna vele kapcsán. Biztos, hogy mindent felfedeztem én itt? Hmm.
És nézem azt. Itt volt ez a Necker harcos, itt van a hullája. Nézzük csak meg, srácok. Semmi. Ez most nagyon idegesít, mert volt itt egy történet, amiből úgy igazából semmi nem derült ki. Ha csak nem úgy, hogy végső soron a küldetést nem vettem föl hozzá. Ügyi-bügyi? Nem vettem föl hozzá semmilyen küldetést. És lehet, hogy az adnál meg akkor a végső megoldás, befejezést? De ez engem most nagyon idegesít. Itt be volt valaki zárva. És itt is találtunk levelet. Ami azt bizonyítja, hogy ugye ugyanaz a csapat járt ott, akik ugye a küldetést csinálták. Az összes Necker holttestet átnézem most. Holttestet? Kupacot? Jó, ennyi meg egy Bambi. Na, akkor vissza oda. Kimegyek ott azon a helyszínen. Mert hát ha ott lesz a, ne adj Istenemnek a küldetésnek a befejezése. Mert hát miért ne, tehát egy Necker kis, a szabadban is vannak Neckerek, tudjátok. No, kedves lányok, történt itt egy kis vágás. Ugyanis vissza kellett jönnöm ide mégiscsak. Mert a kijáratnál, igaz, hogy volt egy kijárat, nem tudom majd, hogy hol fog történni a vágás, nem történt semmi érdekes, tehát nyugodjatok meg. A lényeg, hogy igen, volt egy másik kijárat, de viszont nagyon nagyot kellett volna kerülni ahhoz, hogy ide visszajöjjek. Ugye nekünk még itt van egy feladatunk. Jó, és ezért inkább akkor itt lett egy vágás, és szépen ide visszajöttem. Szerintem jó pár percet így megspóroltam. Körbenézünk itt is természetesen. És ugye... Remekművű griffkard. Meg is van. Meg is van. Pont rá hibáztam. Jó. És akkor gondolom itt lesz valahol a még a jelzés esetleg. Na jó, mindegy, nem akarok vele most problémázni. Tehát, hogy igen, tehát jó pár percet megspóroltam nektek, szerintem. Mert rossz volt végül is az elgondolás. Elgondolás nem lett volna rossz, csak mondom, ott nem tudtam volna ott visszajönni. Na jó van, viszont... jobban járok, hogyha ide lejövök. Mert ugye ezt a hegyet ezt nem tudom megkerülni csak úgy, hogyha megint bemegyek a barlangba. És akkor ott valahol kibukkanok. De nem. Én... Az a baj, hogy mind a kettő nagyjából ugyanolyan távolságra. Na jó, nem is tökülök, srácok. De gyorsan ide megyünk akkor. És ennyi. Jó? Előbb föl kellett volna fedezni végső soron itt ezt a griff, akármicsodát, és úgy bemenni a barlangba. És ugye, az a kérdőjel az végső soron csak annyi volt, hogy nem akarok most lehetek harcolni. Jó, jó, tudom, ti szerettek engem, én nem szeretlek titek. Mert nem vágjátok a körmöteket rendesen? Nénikéteket! Azt! Geralt, húzzál bele! Még szerencsé, hogy ugye egy idő után abba hagyják az üldözést a lények. Az nagyon jó megoldás. Tehát, mit is akartam mondani? Igen, tehát, hogy végső soron nem derült ki, hogy mi lett azzal a eltűnt fiúval. Mert ugye ott a, szerintem lehet, hogy azt még benne hagyom, hogy visszamegyek és megnézem újra azt a Necker holttesteket. De végső soron nem derült ki semmi. El tudom azt képzelni, hogy ez majd egy létező küldetés lesz.
A kérdőjel meg csak arra vonatkozott, hogy ott megszereztük a ládának a kulcsát és kinyitott. A francsét tudja, nem tudom. Minden esetre nem igazán derült ki a számomra, hogy most mi lett azzal a fiúval. Megöltünk ott egy Necker harcos, de nem láttam nála semmi érdekes magyarázó dolgot. Most nem akarok, nem tudok rád figyelni is. No, tehát ne szövegel. Árkon bokrom kerítésen minden keresztül. Megsasoljuk itt ezt a boltost. Tudti, hogy nem lesz sok pénze. De egy-két dolgot azért eladunk nála, jó? Sok pénzed legyen, tesó, ne dumálj! Nem, most nem akarok gwentezni, pedig azt is majd kell. Kell gwenteznünk majd mindenféleképp. 300 arany, mi van nálad, tesó? Ezt már olvastam. Jó. Oké. Mit tud ez a kis buta megfizetni nekünk? Banard Mervért. Melyik a legnehezebb? 13 kiló? 12? Az nagyon kicsi. 10? De azt nem akarom eladni, akkor legyen ő. Nem fogom őt használni, mert ugye az életerős dolgokról leszoktam meg, mint mondottam volt, hogy a vicseres páncélokat erősítem most. Szegénykének maradt 55 koronája. Nézzük, hogy van-e esetleg olyan cuma, amit el lehet neki adni annyi pénzért. Például ez a vadászkesztyű, hát végsősorban nem sokat ér. Nézzünk valami mást. Van esetleg valami olyan páncél, ami nem olyan... Biztos, hogy mindegyik drágább lesz. Várjatok, vegyünk nála halat, szárított hal, élelem. Tenünk, vegyünk nála valamit. Franc egyemek, hát így van, és akkor majd szépen kibelezett hal. Miért a másik az nem volt kibelezett? Mert szívássatok meg. Olaj. Mindegy, vegyünk élelmet, jó? Jó. És már van neki 992 koronája, de szemét vagyok, tudom. De hát ez van. Jó, tehát itt akkor el lehet adni valamit, például őt. Melvért. Fejvadász posztóvért. Nem fogom használni. Őt marad. Mi ez a másik? Őrvért. 189. Ő azért értékesebb, gondolom én. Nilfgaardi őrvét nehéz páncél. Pedig árban nem sok különbség van, de mégis. Ugye varázstárgy. Ő pedig gyakori tárgy. Mindegy, akkor őt eladjuk. Nem fog kelleni. Csizmákat is akkor eladom. Őt meg akkor megtartjuk. Szerintem van nálam, már a ládába, de tartsuk meg, aztán majd eladom legfeljebb. Nem fogom használni. Mennyi pénzed van, mint a rohadék? Nem fogom használni. Szöges páncélt nem fogok használni. Nem. Nézzük innen. Nem. Nem? Mennyi pénze? Még van neki pénze, de ezt már nem fogom tudni eladni. Viszont talán őt igen. Jó, el is adjuk. Jól van, és akkor maradjon neki valami kis pénze, tőkéje szegény kínnek. Na, fiúk, lányok, és akkor ezt eladtuk. És... hol van nekem itt a... ott van valami kovács. Nézzük már meg, ha már itt vagyunk, mert hát ha visszajöttél. Ő mi ez mi? Beszéltem? Beszéltem már vele. Rémlik is ez a szövegelés. De mindegy, hagyom.
And so shall we live. To Ragnarok and beyond. Jó. Oké. Most nem fogom itt vele a falkaspáncért megnézetni, bocs. Let me have a look. Viszont azt meg akkor aláadjuk ezt a törpengét neki. És jó sok pénze van. És akkor nézzük, hogy van-e nála bármilyen érdekesség. Vagy összehasonlítás. Van rá ugye itt páncéltörő, remek művész is kard, a sebzése ugye jó. A másik nem, még egy csomó jelerősség van. És a kritikus sebzés bónusz is az jó. Hát jó, pénzt nem adunk érte, jó? Mi van még itt esetleg nála? Mi a franc is kell nekem a... Törpenge, ezt most adtam el neki. Dimetérium, mi a franc kell nekem? Nézzük meg, hogy a tárgykészítés, illetve javítás, bocsánat, ha már itt vagyunk, akkor javítsunk. Hol van használatban lévők javítása? X, gyorsan meg is történt, szuper. És akkor a tárgykészítésnél, nézzük már meg a... csukjuk össze, és akkor így hamarabb fog menni. Acélfegyver, egyéb eszközök, nála pont nincs. Amivel meg tudom nézni. Ó, azt a mindenit. So long. Jó, akkor hagyjuk. Ó, csak úgy. És hogyha kibököd vele a szememet, akkor fizeted a tévémet? Biztosítás. Oké, és fiúk, lányok, hol van itt a gyors utazási pózna? Nem látom, bocsi. Ott van fönt, amerre bejelöltem. Jó. Mennyi az idő? Abba kell hagynom sajnos. Ezt jó eltotojáztam. Erre. Ezt jó eltotojáztam, bocsánat. De most igen, tehát most valahogy egy ilyen kis napocska van. Hát nézd meg gyorsan. Nem látok semmi pecsétest. De most így nagyon jól így nyugodtan eljátszok a játékkal. Az én kis saját kis világomban, tudjátok. Na, de viszont... Ott voltunk. De viszont, akkor megnézem őt, és ide fogom magam kérni, mert akkor ott lesz közben egy kérdőjel. Oda is rakom már a jelet, ez az. Oda teleportálok. Júj! Egy kicsit még fáj. És akkor itt most mentés lesz. Sigourney Weaveressen. Tehát mentés lesz. Én tartok egy kis szünetet, és már jövök is vissza azonnal játszani. Mert most úgy néz ki, hogy senki sem cseszeget, meg nem ad senki feladatot. Hát akkor most van időm játszani. Meg is történt a sikeres mentés. És kilépés a főmenübe. Kis lépek a játékból, megnézem, hogy mit tudult nekem már megint a Windows, mert most ez most idegesít. Jó, viszont akkor én most itt elköszönök tőletek. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Innen fogjuk folytatni, én meg egy kicsit összeszedem magam, és egyből fogok jönni és játszok a játékkal. Csácsumicsát!